Magyar Polgári Szövetség elnöke a menekültek belsőleg szételepített személyek és a visszatértek helyzetének előmozdítására irányuló helyi akciótervben szereplő kategóriákat is aggályosnak nevezte, különös tekintettel a visszatelepítettekre, ugyanis, ahogyan már korábban is elmondta, szerinte elsősorban a koszovói roma származású személyekre vonatkozik a visszatelepítés. Arról van szó, hogy kiköltöztek innen, minden rosszat elmondtak Szerbiáról, most meg hazazavarták őket valamilyen oknál fogva, gondolom nem viselkedtek úgy, ahogy kellett volna, és ezeket az embereket most nem Koszovóra telepítik vissza, hanem ide telepítik hozzánk. Kishegyes esete már bizonyította, hogy ebből baj lehet, és most Zenta önkormányzata lehetővé tette, hogy Zentára is betelepíthessék őket. A Magyar Polgári Szövetség elnöke nehezményezte, hogy a községi képviselőtestület legutóbbi ülésén a hatalmi többség nem szavazta meg azt a javaslatukat, amely előirányozta volna a magyar nyelv kötelezővé tételét a községi közigazgatási hivatal dolgozói számára. A sajtótájékoztató további témái között a lecsapolási díj és a távfűtés árának alakulása is szerepelt. Ilyen nem volt és nem is lesz talán sehol, még Szerbiában is, ahol mindenhol szoktak emelni, de soha nem veszik le az árakat, hogy 250 vagy 300%-a akarják föltenni a fix részét, vagy a másik variánsban, amit a Rösszi mondott, a Rácsaba László, hogyha csak 250%-a menne föl a fix rész, akkor több mint 30%-a menne föl a variabilis rész. A képviselői csoport tagjai azt követelik, hogy mivel a gázára csökkent, a távfűtés ára ne növekedjen, hanem csökkenjen, pontosan olyan arányban, amilyenben a gázára is csökkent.